Kicsi Gesztenye Klub. Gyerünk tehát, ezer csodát megismerhet az ember. Sirály, vigyázz, landolunk! Hoppá, ez a tenger! Tudtok úszni? Itt van Olli. Mindent tud a vízről. Számíthatsz rá pancsoláskor, tíz esetben, tízből. Készül Liza tábortüze. Leszel szíves napsugár. Felhevülni, melegedni, megszáradni kéne már. Megérkezett Luffy Pofi. Felhők hátán ott suhan. Mindent tud a levegőről, de még így is lepottyan. Itt az idő, ébresszük fel barátunkat, Gesztenyét. Földgyermeke, mutass utat. Kérdésünk az lesz elég. Kicsi Gesztenye Klub! Már látod, ahogy a nap kell, a hétes a dombon túl. A reggel hívogat, pattanj fel, az ágyból most szabadulj. És ébredj, ha hodás jó kedvel, hisz már valami új. Ma újra vidám a dalon, kint egy picike madár. Neked énekelve mondja el, hogy hívja hét határ. A naptestvér táncra kér, oda fenn az égen. Készülj hát, várnak rád, lent a játszótéren. Ha elbújt, segít egy szem, csuda jó új játék, hogy újra melegít áldását, fényét szólja szét. Hát fújd el velem a felhőket, hadd ragyogjon az ég. Csapatmunka. Nézzétek, egy csomag! Hát ezt meg kifelejtette itt. Van rajta egy cetli. Tuti megint munka lesz vele. Én nem merem elolvasni. Mi van, ha egy rabló írta? Jaj, Luffy, te nem is tudsz olvasni. Ja, az igaz. Különben is. A rablók nem hozzák, hanem elviszik a dolgokat az ember lakásából. Akkor megnyugodtam. Ezt a virághagymát ajándékba adom nektek. Jól fog mutatni az új klubházatokban. Ha jól bántok vele, meghálálja, és gyönyörű virág lesz belőle. Liza is biztos örülni fog neki. Aláírás, misztérió. Ó, hát ez könnyű. Ilyet már csináltunk, amikor a varázsmagjainkat ültettük. Pontosan, jól emlékszel. Jó minőségű föld. Fény és meleg, víz, és friss levegő kell neki, és gyönyörű lesz. Előkészítem a földet! Én hozok vizet, meg egy nagy cserepet. Én meg majd világítok, hogy legyen melegség és elég fény. És én? Luffy-Puffy! Levegő! Én meg majd gondoskodom a friss levegőről. Most én jövök. Amúgy Luffynak tényleg nincs más dolga, csak az ablakban ácsorogni. Ugye, Olli, milyen jól csinálom? Remekül. Miért mindig Luffy a legkönnyebb feladat? A legkönnyebb feladat? A levegőt nem olyan könnyű ám irányítani. Mindenki azt a feladatot végzi, ami a leginkább illik hozzá. Mondja ezt az, akinek csak az volt a feladata, hogy hozzon földet. A föld
füledet nehéz cipelni, és nem mindegy az sem, hogy milyen minőségű. Ráadásul ez a harmadik zsák. Igen, lehet. Viszont nekem reggeltől estig világítanom kell. Meg is néznélek téged napsugár lapáttal a kezedben. Én Luffy Pofival cserélnék, mert mostantól én akarok lenni, akinek semmit sem kell csinálnia. Nekem a legnehezebb. Nekem! Nekem! Nekem is! Hívjuk Misztériót, hogy tegyen igazságot! Jó! Jó! Miss... Ti... Ri... Ó... Miss... Ti... Ri... Ó... Miss... Ti... Ri... Ó... Sziasztok! Szia! Hát kinőtt a gyönyörű virágotok? Misztérió, áruld el, miért nekem van a legnehezebb munkám? Áruld el, miért nekem van a legnehezebb munkám? Áruld el, miért nekem van a legnehezebb munkám? Igen! Áruld el, miért van nekik a legnehezebb munkájuk? Aha. Persze, velem együtt. Megajándékoztalak titeket a varázshagymával, de ahelyett, hogy gondoztátok volna, ti egymással veszekedtek. Legközelebb akkor szóljatok, ha kikelt a hagyma. Mi történik vele? Ha jól látom, felcserélődtünk. Olli testét kaptam meg. Bizonyára Misztérió tette velünk. Ettől még be kell fejeznünk a munkát. Szegény virághagymát el kell ültetnünk, mert mindjárt jön Liza, és vissza kell cserélődnünk. Szuper! Ne siessünk! Végre könnyebb lesz a munkám. Csak odállok az ablakhoz, és... Olli, hagyd abba! Leviszi a fejünket a szél! Ha jól sejtem, ezt most nekem kellene feltörölni. De hogyan? Bocsi, nem így akartam beengedni a friss levegőt. Ne, gesztenye! A virághagymának nem kell megfőnie a forróságtól. Csak kicsit melegítsd. Igen, de a képességed nem is olyan könnyű. És ha te is el akarod végezni az én munkámat, hozzányúlhatnál a földhöz. Na. De piszkos! Jaj, nézzétek! Kukacok vannak benne! Ó, de jó! Nézd, gesztenye! Végre játszhatok a vízzel! Locsolni kell velem, nem felmosni! Igenis, értettem! A kilocsolásban a Luffy Pofik a legjobbak a világon! Sziasztok! Megyünk végre biciklizni? Te jó ég! Luffy, gesztenye, Olli, napsugár, mi történt veletek? Szia, Liza! Fejcserélődtünk! És Misztérió sem segít nekünk. Pedig pont ő hagyott nekünk ajándékba egy virághagymát. Vajon miért tette ezt velünk? Ó, ez a Misztérió. Csak nem veszekedtetek mostanában. De, egy kicsit. Csak mert olyan könnyűnek tűnt Luffy Pofi munkája. Ha Misztérió tette, talán nem véletlenül történt veletek mindez. Igen, azt hiszem tévedtem. Egyikünk munkája sem könnyű. Liza, sajnálom, az én hibám. Ugyan, Olli, ez mindannyiunk hibája. Nem merem megérinteni őket. Segíteni a gesztenye? A giliszták hasznos állatok. Csak a jó földben vannak. Nem piszkosak és segítőkészek. Csak szúrd bele a lapátot finoman és emeld át őket. Mm.
Ha adhatok neked egy tanácsot, akkor szerintem laposabban tartsd a sugaraimat, barátom. Olli, a levegőt finoman tereld, különben megint vihar keletkezik. Luffy Puffy, segítek neked a vízzel. Ott fog meg, látod? Ott! Átmegy az ollód a kannán. Ilyen a jó csapatmunka. Nagyon büszke vagyok rátok. Wow! Hívhatjuk mindjárt Misztériót. Ezt a csodás virágot valóban látnia kell. Az a jó, hogy mindannyian jók vagytok a saját területeteken. És mind értékesek vagytok. Igen, mind jól érezzük magunkat a saját bőrünkben. Én is! Még én is jól vagyok! Na, jól mondod, még jól vagy. A legjobbakkal is megesik, hogy néha elesnek. Na, gyere! Csuta dolgot hoz el a tavasz nekünk egy hosszú hideg tél után. Mi a természettel együtt felengedünk, és tudjuk már közel a nyár. Egy trombita zeng, aztán harson a szól, majd harangok váltják a kürtszobát. Ahogy együtt zenél ez a sok-sok virág, úgy ébred fel a világ. Egy trombita zeng, aztán harson a szól, majd orgona zárja a kürtszobát. Ahogy együtt